Szeretettel köszöntök mindenkit Liszi újabb programjának keretében. Annyit mindenképpen nem húzva az időt szeretnék elmondani, hogy amit a korábbi alkalmakkor is említettünk, hogy nem Pestről hívunk vendéget, és nem különféle ilyen, hogy is mondjam, televízióban vagy kereskedelmi tévében népszerű, celeb emberek képezik, ami mi körünket, akiket vendégül látunk, hanem örömmel tölt el minket, hogy Gödöllőn is vannak olyan személyek, akik nagyon nagy tudással rendelkeznek, akik közérdeklődésre számot tartható előadást tudnak tartani. Gondolom, hogy dr. Lábadi Károly néprajzkutatót is mindenki ismeri, Gödöllőn számtalan alkalommal volt rá lehetőség találkozni, de külön öröm az, hogy nem csak Gödöllőn, hanem szűkebb környezetünkben, közvetlen lakókörnyezetünkben is találkozhatunk vele, kedves feleségével, ugyanis ők itt laknak a nagysándor közben, igen, tehát ezen a területen is, és ez mindenképpen azt hiszem, hogy egy ugyancsak egy olyan érték nem csak a városunkban, hanem itt a környéken is, amire büszkék lehetünk. És az pedig még egy külön érték, hogy Nepomuki Szent Jánosról szól ez a mai kis előadás, ennek Gödöllői és a Váci Egyházmegyében található kultuszáról, az ő személyének. Nepomuki Szent János is a kastélykápolna révén Gödöllőhöz köthető, de mindezekről majd Károly, akit nagyon nagy szeretettel köszöntjük, előadást tartani. Kedves hallgatóság, hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm mindannyiukat. Amint hallhatták, Nepomuki Szent János lesz a ma délutáni témánk. Nepomuki Szent János kultuszának kialakulásában fontos szerep jutott a Váci Egyházmegyének és magának Gödöllőnek is. Ezeket a gyökereket próbálom itt önök előtt majd feltárni. Előre is elnézésüket kérem, hogy a vetítéskor bizonyos zavarok lépnek majd föl, mint itt is, amint látják. Egy olyan betű is megjelent, ami hát az eredetiben nem volt ott, de ugyanis nem kompatibilis a pendrive és a gép, és emiatt ilyen zavarok adódnak, de én nagyon remélem, hogy a kép élvezhető lesz. Legelőször azt a kérdést tenném föl, hogy ki is volt Nepomuki Szent János. Azt hiszem, hogy néhány szóban mindenkinek van róla ismerete. Ezt a kérdést szeretném legelőször is megválaszolni. Polgári nevén Wilfin Jánosnak hívták, a 14. században élt Csehországban, és halála után, amikor először boldoggá, majd szentté avatták, akkor kezdték a szülővárosáról emlegetni, tehát Nepomukról. Hát ki is volt ő? Igazából azt kell mondani, hogy egyházi férfiú volt, IV. Vencel cseh királynak és az ő hitvesének volt a gyóntató papja. A legenda, a szentek legendája is úgy tudja, hogy a király gyanakodni kezdett, hogy hitvese áthágja a házastársi hűséget, ezért a gyóntató paphoz, tehát János paphoz fordult, és arra kérte, árulja el, hogy vajon a felesége mennyire hűséges. János pap megtagadta a királynak ezt a kérését, amiért IV. Vencel János papot a folyóba vettette a Károly hídról, a Moldvába vetették, a Bültavába, és ott halt vértanú halált. A legenda azt is elmondja, hogy a folyó felett 5 csillag jelent meg, amely mutatta, hogy a szent életű férfiúnak hol nyugszik a holtteste a folyóban, és hogy onnan ki tudják halászni.
Na most nem véletlenül, hogy ez a tragikus haláleset ugye a vízhez kötődött, és ennek kapcsán igazából Nepomuki János részben ugye a gyóntató titoknak lett a védőszentje, amiért nem árulta el a királynő által meggyóntakat, másrészt pedig az átkelő helyek, a hidak, a hajósok, a vízimolnárok, a halászoknak a védőszentje is. Valahogy a véletlen úgy hozta, hogy ez az előadás is májusban kerül sor, mert az egyház május 16-án emlékezik meg a szentjéről, és hát azt kell mondjam, hogy évszázadok óta a gödöllői kastélykápolnának is ez a nap a templom búcsúnak a napja. Most pedig arra térnék ki, hogy igazából Gödöllő és Gödöllő urának, első Grassalkovics Antalnak milyen szerepe volt abban, hogy a cseh szentnek a kultusza itt a mi vidékünkön is elterjedt. Azt kell mondani, hogy Magyarországon legelőször itt a Váci egyházmegyén belül bontakozott ki Nepomukinak a devóciója, ahogy latinul nevezik a tiszteletet, és nem véletlenül, hogy erre itt került sor, mert ugye az oltárra emelése az Altán Mihály Frigyes bíborosnak, nápolyi alkirálynak, Váci püspöknek is elévülhetetlen érdeme. A magyar nyelvben nagyon szép kifejezés van a szentélynyilvánítási eljárás során, ez az úgynevezett oltárra emelés, aki önök közül nemrég követte a két pápának az oltárra emelését, szentélynyilvánítását, akkor láthatta, hogy a szentélyavatási procedúrának az egyik jelenetének az a nagyon fontos része, amikor az illetőknek az erekjéit, többnyire testerekjéit az oltárra helyezik. Tehát ez jelenti az oltárra helyezést. Altán bíboros mellett múlhatatlan érdemei vannak a kultusz elterjesztésének, első Grassalkovics Antalnak, a barokk főúrnak is, ugyanis ő is küldetést vállalt annak érdekében, hogy ennek a szentnek, a gyónási titok szentjének a kultusza itt a mi vidékünkön is mielőbb hát meggyökeresedjen. Hogy ezt miért tehette, arra is szeretném fölhívni a figyelmüket, ugyanis volt három olyan patrónusa, amely részben közvetett vagy közvetlenül is hozzásegítette őt cselekmény során. Legelőször harmadik Károlyt, Mária Teréziának az édesapját említeném, aki a fiatal, tehetséges jogász Grassalkovicsra fölhívta a Váci püspök figyelmét, és azt ajánlotta, hogy fogadják egyházi szolgálatba. Tehát már itt nagyon közel került az egyházhoz. Utána pedig mondanom sem kell, hogy hát Mária Terézia is nagy szerepet játszott az életébe, rangot adott és hatalmat is adott a grófnak, aki Gödöllőt tette meg a hatalmas dominiumának a központjába, központjának, és 1751-ben személyes látogatást is tett, három napot tartózkodott itt Gödöllőn, és a három nap egyikén reggeli szentmisén vett a grófi családdal együtt részt a gödöllői kastélytemplomban. Ugye Altán Frigyes Mihálynak a neve már elhangzott
az oltárra emeléssel kapcsolatban. Hát ő nagyon nagy hatást gyakorolt Grassalkovics grófra. Csak néhány olyan tényt említenék meg, amely hát az ő hatása révén realizálódott. Így például a Mária kultusz, amely itt Gödöllőn is és a környékén meghonosodott, az részben a főpásztornak köszönhető, az ő indítatására építette Grassalkovics az Immaculata szobrot, amely hát ugye most egy nagyon szép rendezett környezetben tekinthető meg. Másrészt pedig ugye, amire már utaltam, a nepomuki kultuszban is nagyon fontos szerepet hát játszott. Na most hogyan is történt Nepomukinak az oltárra emelése? Már a 16. században elindult a szentiavatási eljárás. Ez a procedúra rendszerint igen hosszúra nyúlik. 1721-ben került sor arra, hogy először boldoggá avatták, amikor felnyitották a sírját, akkor a nyelvét épségben találták meg. Ez azért fontos, mert igazából a nepomuki kultuszban ez a nyelv, majd a későbbiekben látják, nagyon fontos szerepet kap, és azt lehet mondani, hogy Nepomukinak az attribútuma lesz. Hát nyilván a Jónási titokkal is ez összefüggésben van. A boldoggá avatás után 1729-ben szentként oltárra emelték Nepomukit, és a szentté avatási eljárásban Altán Mihály Frigyes bíboros jeleskedett az ő előterjesztésére, emelte a pápa a szentek közé, és nagyon érdekes, hogy itt is a szentéavatási eljárás, mint egy bírósági tárgyalás tulajdonképpen úgy zajlik, pró és kontra elvek is elhangzanak, aki a szentéavatás érdekeit képviseli, az a posztulátor, hát ez volt Altán Mihály, és vele szembe állt az advocatus diaboli, magyarul az ördögnek az ügyvédje, aki próbálja mindig megkérdőjelezni az illető személynek a tetteit. Altán annyira meggyőző volt, hogy hát ugye az eredmény mutatja, hogy végül is a szentek sorába emelték Nepomukit. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon neves egyéniség volt az advocatus diaboli is, ugyanis később ő lett 14. Benedek néven a római pápa. Tehát ilyen előzmények zajlottak a szenti avatás kapcsolatban. Na most ennek a szenti avatásnak azt kell, hogy mondjam, hogy a 18. században volt egy aktuál politikai vetülete is, erről is néhány mondatot szeretnék szólni. Azt kell mondani, hogy ugye csehországi szent volt Nepomuki, és Csehország a 14. és 15. században volt egy nagyon jeles szülöttje, mégpedig ő Husz János volt, a huszitizmusnak a megalapítója, egy vallás reformátor, aki nagyon merész dolgokat hirdetett, ugyanis a vagyon nélküli egyház mellett kardoskodott, és megkérdőjelezte a pápának az egyetemes hatalmát is, és ő azt hirdette, tulajdonképpen van egy olyan szállóigaszerű mondata, amely igazából az egész
tanítását lefedi, hogy óvakodj attól, hogy házadat jobban ékesítsd, mint lelkedet. Azt hiszem, hogy ebben minden benne van. Na most nagyon népszerű volt a 17. században Husz János, és azt meg kell mondanom, hogy ezekért a tanokért életével fizetett, mágia halált halt. Na most a 17. századi csenép is benne a hit megújítóját, a hit reformerét tisztelte, és igazából nemzeti hősnek tekintette. Na most a Habsburg udvar ezt nem igen nézte jó szemmel. A 18. század már az ellenreformációnak a korszaka volt, és igyekeztek a reformátori elképzeléseket visszaszorítani, letörni, és nem csoda, hogy Husz Jánosnak a nimbuszát is hát próbálták a katolikus klérus hatás alatt álló Habsburgok hát letörni, és az új szent igazából sokan úgy fogalmaznak, hogy a barokk ideológia fegyvere lett a Habsburg ház szemében. Husz Jánossal szemben egy ellenhőst igyekeztek kreálni. De majd látjuk, hogy a népünk az politikamentesen viszonyult ehhez a szenthez, majd ez a későbbiek során ki is derül. Amikor Nepomukit boldoggá és szenté avatták, nagy kultusza kezdődött, és 1719 és 1722 között Zelena Hóra hegyén egy hatalmas templomot építettek, ahol hát a nyelverekjéjét helyezték el. Egy nagyon neves építész, Santini tervezte és vezényelte le ezt az építkezést, és hát nagyon érdekes építészeti megoldásokat alkalmazott, mert az ötös szám jegyében épült föl ez a templom, mégpedig ugye abból indult ki, hogy amikor mártírhalált halt Nepomuki János, öt csillag jelent meg a folyó felett. Ezért a templom körül öt háromszög, illetve ovális alakú mellékkápolnát emeltetett. A templomnak öt bejáratát készítette el, és az oltárát is öt csillag és öt angyal díszíti. Na most az ötös szám az a keresztény kultúrkörben nagyon ismert szám, gondoljonak csak ugye a Bibliára, Mózesnak is öt könyve van. Jézus öt kenyérrel vendégelte meg a sokaságot, és lehetne tovább sorolni ezeket a számmisztikákat. Na most a Zelena Hórai templomnak a belsejét látják, a belső hajóját, ez a főoltár, ahol a gyónási szentségek vértanújának a nyelvét őrzik. Itt pedig a Szent Vitus katedrális látható, amely szintén zarándok hely, itt található Nepomuki Szent János sírja a főoltáron. És lassan elérkezünk ugye a gödöllői kultusz színteréhez is. Ebben a gödöllői szakrális térben, amelyet a 18. században Grassalkovics Antal teremtett, nagyon jelentős helyet foglalnak el ezek a helyszínek. Hát ugye az első ilyen a
nepomuki titulusú kastélykápolna, igazából ez alapozta meg nepomuki tiszteletét és kultuszát a dominiumban. De már korábban is a Grassalkovics birtokokon, például 1721-ben Csolnokon templomot emeltek, amelynek szintén a védőszentje Nepomuki Szent János lett. A Gödöllői kastélykápolnának is ebben az évben egy kis évfordulója van, lehet, hogy nem tudják sokan, de 265 esztendeje 1749. május 16-án a vértanúnak az emléknapján akkor szentelték föl, és amint látják, ugye központi helyén is az oltáron, az oltárképen is Nepomuki Szent János megdicsőülése látható. A másik fontos tiszteleti helye az Nepomuki Szent Jánosnak a gödöllői szobra. Ezt 1750-ben állította Grassalkovics gróf. A szobor az mészkőből készült, vaskerítéssel van körülkerítve, és hogyha megfigyelik, itt oltárasztal is látható. Ez azt bizonyítja, hogy már a 17. században is, vagyis a 18. században nyilván az emléknapján szabadtéri szentmisét tartottak a szobornál. Két oldalt pedig adoráló angyalok, tehát tiszteletet kifejező angyalok bőség szarut tartanak. Na most azt el kell mondani, hogy az eredeti helye az nem a mostani volt, nem a kastélykápolna előtt állt, hanem a Besnyői úton a Rákos kőhídja mellett állt, és hát névadó is lett, mert Gödöllőn a hozzá legközelebb eső utcát azt Szent János utcának nevezik. Tehát erről a szoborról kapta a nevét. Igazából ez a szobor a 19. század végéig itt állt. Na most néhány szót a szobor ikonográfiájáról, a nepomuki szobrok ikonográfiájáról. Igazából a Habsburg birodalom területén azt lehet mondani, hogy nagyon, nagyon hasonló az ábrázolás módja. Amin az archetípus az nem véletlenül éppen a Károly hídon álló, Melvédjén álló Matthias Wunschwitz által készített 1683-ban fölállított Nepomuki Szent János szobor lett, amelynek az attribútumai azok a későbbi más helyszíneken fölállított szobrokon is visszaköszönnek. Hát látható ugye a fején egy birétum, ez tulajdonképpen egy főpapi süveg, négy oldala van, négy éllel, és a tetején egy bojt látható. A fejét azt dicsfény övezi öt csillaggal, ugye most már tudjuk, hogy ez az öt csillag hogyan került oda. Általában a fejét félre pillenti, ez barokk szokás volt, a barokkban többnyire a szentéletű embereket így módon ábrázolták. A kezében halotti feszületet tart. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy ha véletlen valaki nem tudja, feszületnek azt nevezzük, ahol Krisztus teste is rajta van, tehát a korpusz, a kereszt pedig a test nélküli. Tehát ez a feszület. A jobb kezében pedig pálmaágat tart. Hát ennek is jelentése van,
mert a keresztény szimbolikában a halhatatlanságot, az újjászületést, a győzelmet jelképezi. Hát gondoljonak csak ugye Jézus bevonulására Jeruzsálembe. Hát pálmágat lengettek a király tiszteletére. Tehát ez az archetípus, és a másik pedig egy karinget az egyházi liturgiából jó ismert viseletet, karinget visel a szent. Hasonló ábrázolások láthatók a vidékünkön is, néhányat bemutatnék. Altan Mihály Károly 1753-ban hidat emeltetett Vácott, és a híd szobrai közül az egyik hát Nepomukit ábrázolja. És itt pedig néhány vidékünkről és távolabbi környezetünkből származó nepomuki szobrot látnak. Érdekes módon, hogy vidékenként azt lehet mondani, hogy idomították az arckifejezését az ott élő emberekéhez. Hát ugye hol magyar parasztembernek, nagybajúszos öregemberként ábrázolták, hát itt egy néhány ilyen hasonló képet látnak, de azok az attribútumok, amiket elsoroltam, az mindegyiken fölfedezhető. Hát ez egy távolabbi tájról, Mohácsról származik. Zárójelben jegyzem meg, hogy hát ugye városunknak a fotoművésze, Kressz Albert évek óta fotózza a nepomuki szobrokat országszerte, már több mint ezret lefotózott. Ezek is az ő válogatásából, az ő anyagából származnak. Ezt csak azért hoztam, mert itt tulajdonképpen a viseletén a magyar nemzeti trikolornak a színei jelentkeznek. Tehát ez is bizonyítja, hogy hát népünk igazából befogadta ezt a cseh földön született, egy kicsit politikai hátszéllel és népszerűsített szentet, és magáénak érzi, mégpedig azért, mert nagyon sok adat szól arról, hogy például a vízenjárók a hozzá fohászkodott imájuk révén meghallgatásra találtak, és ezért népünk körében nagy tiszteletre tett szert ennek az idegen földnek a szentje. Na most a kultusz elterjedésében mik játszottak szerepet? Hát így például már 1725-ben ugye a szentélyavatásnak a közeli évében megjelent egy kiadvány, Bohuszláv Balbin Nepomuki Szent Jánosról írt egy könyvet, nagyon gazdagon illusztrált, ma azt mondanám, hogy ez igazából egy képregény, amely elmondja a szentnek az életét, ennek a címlapját látják, és hát ilyen képekben ugye az olvasással küzdők számára is érthetővé tették az ő életét. A másik pedig a boldog avatásáról szóló kiadvány is eljutott a vidékünkre, például a Váci Egyházmegyei Gyűjtemény is több kötetet őriz ebből, másrészt pedig a szentélyavatás tiszteletére vert érmék is, amelyet nyakban viseltek óvó célzattal, azok is felfedezhetők. Itt pedig egy másik műfajra szeretném fölhívni a figyelmet. Nagyon népszerű volt Nepomuki Szent János, így például a jezsuiták még egy iskoladrámát is írtak róla, hát ennek a címlapját és a
könyvnek a két oldalát látják, és hát magyarra is lefordították ezt az iskoladrámát, és ezt a strófát kiírtam, abban a szempontból is érdekes, mert ennek magyar vonatkozása is van, mert hát a magyarok fohászkodnak Nepomuki Szent János közbenjárásáért. Tehát Nepomucénuszhoz sietve menjetek, már ellenségein uralkodik, ó boldog csehek, ti futva siessetek. Tekintsd, jó atyánk, hív szolgácskáidat, kik szíveket néked ajánlják, megnevest hozzákiáltó magyaridat. Tehát ez is bizonyítja, hogy a népünk mennyire befogadta az ő tiszteletét. Néhány olyan képet is mutatnék, ahol megjelenik az ő alakja. Így például a 60-i prépostnak a pásztorbotjának a görbületébe is benne szerepel az alakja, vagy pedig ugye a közeli Vácrátót római katolikus templomának is van egy oltára, amely Nepomuki Szent János tiszteletére emelték, ott szerepel az ő alakja. Tehát, hogyha látják ezeket a képeket, akkor azok a jellegzetes ábrázolási módok, amire fölhívtam a figyelmet, azok majdnem mindegyiken visszaköszönnek. Itt egy nagyon érdekes ábrázolása látható. Ez a szentek esetében igen ritka, itt a ravatalon fekvő Nepomuki Szent Jánosnak a hársfából faragott, aranyozott szobra tekinthető meg. Szilárdfi Zoltánnak a gyűjteményéből származik. Az ő szintén katolikus lelkész, az országban az egyik legnagyobb ikonográfiai magángyűjteménnyel ő rendelkezik. Itt pedig egy ismeretlen alkotónak a festménye látható, Nepomuki Szent János tábrázolja, Kálmánházi László váci püspöknek a címerével. Például Vácott a székesegyházban szokás volt, hogy minden év május 16-án ezt a képet a főoltárra helyezzék, hogy a hívek kifejezhessék a tiszteletüket. Itt pedig Vácrátról egy nagyon érdekes erekje tartó látható, mégpedig Nepomuki erekje, nyelvalakú, ez az a nyelvalakú erekje tartó, és ez utal arra, hogy hát ugye nem szólalt meg, amikor hát ugye a cseh király arról faggatta, hogy a felesége mit mondott el a gyóntatószékben. Itt pedig szintén ilyen nyakban viselhető erekje tartók láthatók, különböző formában. Itt pedig amulatként is más szentek képével az ő képét is viselték. Itt középütt látható, és a háttérben a Károly hídnak a sziluettje is föltűnik, ahonnan ugye a Moldvába vetették. Itt pedig egy ilyen trébelt, szentelt víz tartón látható a szentnek az alakja. Ezen kívül nagyon sok szent képen is már a 18. században megjelent az alakja, ebből is láthatnak ízelítőt. Itt pedig egy kuriózum, hogy amikor Első Ferenc és Erzsébet királyné házasságkötésére kiadtak egy emléklapot, akkor is Nepomuki Szent Jánosnak az alakja két adoráló angyal kíséretében hát megjelent. Itt pedig, hogy a nép közé is mennyire eljutott, az
A képek bizonyítják, ugyanis ponyva nyomtatványokon, ezek általában 8 lapos kis füzetkék voltak, amelyeket vásárokban, piacokon árultak, elmondták az életét, imákat közöltek, hát ilyen két füzetnek a címlapját látják. És hogy ugye erre már többször utaltam, hogy népünk mennyire befogadta az ő alakját, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Duna mentén, Baján, Mohácson, Kiskőszegen, és még sorolhatnám a helyeket, minden esztendő május 16-án megemlékeznek Nepomuki Szent Jánosról, ugye, aki a halászok, a vízen járók védőszentje, és hozzá fohászkodnak, hogy védje meg őket a bajoktól, és ez alkalommal este kivilágított csónakokkal vízre szállnak, és falapocskákra égő gyertyákat helyeznek, és ez a vízre helyezik őket, és ez az úgynevezett Jánoska eresztés. Tehát ez bizonyítja, hogy a népszokások közé is hát beépült az ő tisztelete. Grassalkovics Antallal kezdtem, és vele is szeretném befejezni, mert hogy mennyire kötődött a szent személyéhez, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egész családját a szent oltalmába ajánlotta. Az általa épített templomok közül is többet az ő titulusául választott. Másrészt igen sok nepomuki szobrot emeltetett a domíniumában, és Ovidiust idézve azt lehetne mondani, hogy exitus acta probat, azaz tettet a vég igazol. Vagyis életének a vége is Nepomuki Szent Jánoshoz kapcsolható, ugyanis 77 évesen, amikor meghalt, akkor érte a halál, amikor azon munkálkodott, hogy a legújabb nepomuki szobornak a tervezetét készítse el. Így 1771-ben, december 1-én a barokk főúr, aki jelentős szerepet vállalt abban, hogy Nepomuki Szent János kultuszát terjessze, ébren tartsa, visszaadta lelkét a teremtőjének. Én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és hogyha van esetleg kérdés, nagyon szívesen válaszolok.